Sziasztok, Kömkel vagyok. Ez pedig egy újabb monoadás lesz. Szokás szerint úton vagyok, úgyhogy a forgalom zaja, a Waze-nek a belepofázása belehallatszódhat a felvételbe, illetve hát egy kicsit szétszórtnak tűnhetek, mert értelemszerűen a vezetés a fő prioritás, nem pedig a podcastbe való felvétel. Mostani podcastnek a témája, szükség van-e generál kivitelezőre, vagy saját magunk, illetve saját magatok le tudjátok szervezni, akár egy felújítást, akár egy új építést, családi ház szinten természetesen. Nézzük először a generál kivitelezőnek a előnyeit, hátrányait. Hátránya az egyértelműen az, van egy jelentős felára, tehát egy normál generál kivitelező azért egy plusz 20%-ot árak a alvállalkozóira, illetve hát összességében ennyivel többe kerül. Ennek megvan egyébként a teljesen józan indoka, ugyanis a generál kivitelező szervez mindent. Hát az alvállalkozókat, ha az egyik kiesik betegség vagy lumpenség miatt, akkor hozza a következőt azonnal, hogy ne akadjon le a munka. Egy darab határidő van, vállal, jó esetben kötbérrel alá is ír, szerződéssel, mindennel. Egy kézben van a felelősség, intézi az anyagkiszállításokat, átveszi az anyagokat, hibás termék esetén lerendezi ezeket a dolgokat, és ami még egy fontos adalék, hogy egy emberrel állsz kapcsolatban, vele kell az elszámolásokat és a vitás dolgokat intézni. Ha bármi problémád van, csak neki kell jelezni, ő majd szétrúgja a seggét a villanyszerelőnek, vagy a gépésznek, vagy a köművesnek az építkezésen. Előny is van, hátrány is van. Nézzük, hogy mi van akkor, ha saját magad egyénileg szervezed le a külön a vállalkozókkal a dolgokat. Egyértelmű hátrány az az, hogy sok kivitelező van. Neked kell a szervezést megbeszélni, tehát ki mikor jöjjön. Ha kiesik valaki, teljesen mindegy, hogy milyen okból, mert betegség, mert nyaralás, mert egyebek, akkor az boríthatja az összes utána lévő munkamenetrendet és beosztást. Tételezzük fel, hogy elkészül szerkezetkészre az épület, ami azt jelenti, hogy állnak a falak, a födén és a tető. Egyébként mindenki azt hiszi, hogy ez a legmacerásabb, nem. Itt van egy köműves, meg van egy ács. Viszonylag egyszerű az egész tervezés. Utána jön az, hogy még van a köműves, kell a gépész, a villanyszerelő, esetleg a hőszivattyús, a gipszkartonos, aki a hőszigetelést csinálja, stb. Stb. Tehát nagyon sok munkanemet kell összeszervezni. Szerencsés esetben van egy olyan segítséged, egy terveződ, vagy egy tervezői művezetés, aki legalább azt megmondja, hogy milyen sorrendben követik egymást ezek a munkanemek, ugyanis ezt nagyon sok évig tanítják a szakmában, az építés szervezést, hogy mi miután jön, és nem feltétlenül lehet egy épületre ugyanazt ráhúzni, ugyanazt a sablont mindig, mert minden épület más. Tehát értem ez alatt, alápincézett épületnél más a sorrend, egy tetőteres épületnél más a sorrend, mindegyiknél máshogy lehet, és máshogy kell szervezni, és egyébként vannak olyan munkafázisok, amiket igazából fel lehet cserélni. De itt az a lényeg, ha tartani akarod valamilyen szinten a határidőket, és nem akarod, hogy az egész építkezésed vagy felújításod elnyúlja, mint a rétes tészta, akkor tisztában kell lenned az ütemtervvel, és püfölni kell az alvállalkozókat, hogy már pedig akkor jöjjenek. Ha nem jönnek, például azt mondjuk, hogy szeptember végén jönne az esztrikes. És ő megmondja, hogy hát ha akkor nem tudok jönni, akkor legközelebb november. Az esztrikezéshez készen kell lennie a ajzat vízszigetelésnek, ezt a köműves csinálja. Meg kell csinálni a villany alapszereléseket, villanyszerelő, meg kell csinálni a hideg-melegvíz, szennyvíz lefolyókat, ezt értelemszerűen a gépész csinálja, le kell rakni a lépésálló hőszigetelést, amit csinálhat a köműves, csinálhat a gépész a padlófűtés letekerés előtt, ha lesz padlófűtés, akkor le kell tekerni a padlófűtést, és utána jöhet az esztrikes. Tételezzük fel, hogy a villanyszerelő mondjuk eltűnik, mint szürke szamára ködben, egyszerűen megakad a folyamat, és már ott megakad a folyamat, hogy a lépésálló hőszigetelés nem tudod addig lerakni, amíg a villanyvezetékek is lent nincsenek. Viszonylag korán megáll az egész. És telnek a napok, telnek a hetek,
Nem kell mondanom, aki már csinált ilyet, nem kell mondanom, hogy mennyire stresszes tud lenni ez a dolog. A másik hátránya az ilyen összeszervezés dolognak, ezt nagyon sok helyen látom egyébként, hogy folyamatosan egymásra mutogatnak a szakik. Van egy olyan jelentős felújításom, ahol a generál kivitelezőt, azt a szerkezetkész állapot után elzavartuk a francba, mert szarmunkát végzett. A tételes költségvetés ellenére mindig megpróbált átbaszni az ügyfelemet elszámolásban, mennyiségeket elírta, többször próbált számolni, stb. Stb. Mindegy, nem voltunk vele abszolút elégedettek, és szerkezetkész állapotnál azt mondtuk, hogy a viszontlátásra. Ez egy helyi vállalkozó volt. Én ajánlottam helyette olyan szakikat, akik bár messzebbről jönnek, ezáltal is egy kicsit drágábbak, de legalább tudom, hogy normálisan dolgoznak. Az én ajánlásommal oda került a villanyszerelő, a gépész, a gipszkartonos megrendelő hozott egy másik csapatot a külső szigetelésre, akik igazából belül vakoltak is, esztrikelnek, vagy esztrikeltek, festést, glettelést, ilyesmit intézik. Nagyon sok embert kell összeszervezni. És még azok a szakik is állandóan egymást szivatják, meg egymást szidják, akiket én vittem oda, és mondjuk már 10 éve adok nekik munkát, mert tényleg normálisan dolgoznak. Például a gipszkartonos lazán fogja, beburkolta most is a villanyvezetéket, a lámpának a kiállását, mondván, hogy hát majd a villanyszerelő fúrja meg egy gipszkartont, aztán pecázon azon a 2 centis lukon, nem fúrta át a gipszkartont, és nem hozta ki a kábelét. Adja a teljesen fölösleges plusz munkát a másik félnek. Ugyanez igaz egyébként a gépészre is, hogy ő is adja a plusz munkát a többieknek, mert nem elégedett az állványozással vagy hasonlók. Erre mondom azt, hogy úgy viselkednek, mint a hisztis kurvák. Nem hiszem el. Ráadásul együtt dolgoztak már több projekten, ismerik egymás rigójáit, ismerik egymást, és nagyon jól tudják, hogy egyrésztről én ezeket nem azt, hogy nem tolerálom, mert pont leszarom egyébként, hogy milyen problémájuk van egymással, mert felnőtt emberek, intézzék el egymás között, ne legyünk már gyerekek, de állandóan panaszkodnak egymásra. Lehet, hogy ez egyébként egyfajta magyar virtus, de mindegy. Ezt a panaszkodást, ezt nem csak nekem mondják, nekem már korlátozottabban mondják, nem érdekel az egész, de az ügyfelet is idegesítik vele, hogy a billenszerő ezt csinálta, a gépész ezt csinálta, a gipszkartonos ezt csinálta. És ha nincs meg a kellő rutinja a megrendelőnek ezeket lerázni magáról, akkor probléma van. De mondok például a gépész szólt a gipszkartonosnak, hogy figyelj, hozzátok már lejjebb a ámérzeti síkot, mert hogy a mennyezet fűtés hűtés csöveit, a gerinc csöveket nekem ott be kell vinnem. Ez egy meglévő épület, sajnos eleve alacsony belmagassággal, még a gipszkarton ámennyezet az elvesz az egészből 10 centit, és így tudtam 2,49-2,50-re kihozni a belmagasságot. A gépés teljesen önkényesen mondta a gipszkartonosnak, hogy hozná lejjebb még 5 centivel, mert én úgy férek el a csövekkel. Úgy fér el kényelmesen a csövekkel. De engem rohadtul nem érdekel, hogy kényelmetlen behúzni a csöveket, mert elférnek, csak kicsit szarabb dolgozni. De ezáltal abban a helységben 2,45 lett a belmagasság. Ezt nem engedem meg, mert nem így lett az egész kitalálva, nem így lett az egész tervezve. A gépész lazán lukat beszél a megrendelő hasába, hogy már pedig ő nem fér el, szerencsétlen megrendelő meg nem tudja, hogy csak azért nem fér el, mert úgy nem annyira kényelmes dolgozni. Na, amikor én ezt meghallottam, akkor mondtam, hogy mindenkinek a seggébe, egyrésztről a gipszkartonosnak a seggébe, mert ha én azt mondom, hogy 10 centi, akkor az 10 centi, és nem érdekel más indok. A gépésznek, ha nem fér el, akkor engem hívjon föl. Engem nem hív föl, mert elhajtom a picsába, tehát én tudom, hogy el kell, hogy férjen. De ha tegyük fel, hogy én nem vagyok, mert sajnos nem tudok mindenhol ott lenni, meg értelemszerűen nem is vállalok mindenhol ilyesmit, pláne ami nem az én tervezésem, ott a megrendelőnek kellene ezt átlátnia, és összebékíteni az ellentéteket, az ilyen hisztiket kezelni. Mondok még egy példát, volt olyan, hogy megrendelő összeszervezte a vállalkozókat, én kimentem, és azt látom, hogy a gépész a vasbeton koszorúkat lazán, úgy, hogy volt, átvéste. Mert neki ott kényelmesebb elvinni a csövezést. Na, egyből elkezdtem ordítani, hogy ki ez a hülye fasz, aki ilyen baromságot csinál. Hát a helység másik felében ott volt a gépész, aki erre megsértődött, fogta összecsomagot és elment. És ott hagyta az építkezést a kellős közepén, mert hogy ő vele ilyen hangon ne beszéljen senki. Miközben statikailag hülyeséget csinál, tehát egy vasbeton koszorút nem vésünk meg a csövezéssel,
Mindegy, besértődött, rohadtul nehéz volt, és vissza kellett nyolnia magát az ügyfélnek, és engem elhordani minden félének, hogy hát én ilyen stílusa vagyok meg, stb. Hogy visszakönyörögte a gépészt, hogy tudjon folytatódni az építkezés, hogy mire jön a szigetelés, vagy mire jön a gipszkartonozás, addigra a gépészet meg legyen csinálva. Nagyon rossz 5-6 különálló egót kezelni, és ehhez kell egyfajta mentalitás, meg kell egyfajta tűrőképesség. Másik, anyagbeszerzés. Az anyagbeszerzésnél vagy az van, hogy az alvállalkozó szerzi be az anyagot, de ilyenkor spórolás szinten azért szokott még rárakodni az egészre, hogy hát akkor a megrendelő szerzi be az anyagot. Igen, csak ez sem úgy működik, hogy én megrendelem, kihozzák és rendben van, mert például a cserépnél ott kell lenni akkor, amikor kihozza akár reggel 6-kor a fuvar az autóval a raklapokat, át kell nézni minden raklapot, még úgy, hogy le van zsugorfóliázva, mert ha törött cserepek vannak benne, azt csak úgy fogják kicserélni, hogyha ott még rögzítve van a jegyzőkönyvben, hogy gyerekek, ezeket találtuk benne. Ugyanez igaz a téglára is egyébként, hogy kihozza a tüzét, ledarúzzák, és hogyha ha törött tégla van benne, sok törött tégla, akkor itt is vitatkozni kell, meg vissza kell vetetni, egyebek. És nagyon sokszor előfordul az, hogy hát az a fuvar nem akkor érkezik, amikor belett időzítve, hanem csúszik egy pár órát. Na most, ha az ügyfél éppen fél nap szabadságot vett, vagy hasonló, van rendes munkája és úgy dolgozik, akkor ez azért tud jelentős kényelmetlenséget okozni. De ilyen például, ilyen esetem volt, hogy akkor még én is kivideleztem, hozták a cserepet, elkezdte lepakolni, oda mentem, elkezdte lepakolni, és eldurrant a hidraulika vezeték a teherautón. Egyrésztről az egy dolog, hogy a közútra kifolyott egy pár 10 liter hidraulika olaj, amihez homokot kellett azonnal hozni és felitatni, de órákat vártunk a váltóautóra, ami át tudta darúzni saját magára, és le tudta rakni a cserepeket, és addig ott dekkoltam én is. Tehát nekem az a napon ment a kukába. Befejező munkáknál ez még problémásabb tud lenni, ugyanis befejező munkáknál nagyon gyakran előfordul, hogy te kéne még egy flakon turhab, te kéne még egy zsákragasztó, te kéne még egy ez, még egy az. És ilyenkor hívják a tulajdonos, hogy hát kellene. És szerencsétlen tulaj meg azt teszi észre, hogy a befejező munkáknál rohangál, mint pók a falon, mert ilyen szarok miatt kell állandóan elrohangálni a festékboltba, a tüzépre, a tököm tudja hova. Nagyon-nagyon stresszes tud lenni. Én nagyon sok felújítást vittem végig tervezőként, tervezői művezetőként, és bizony nagyon sok helyről, tehát a felénél azt kell, hogy mondjam, azt mondták az ügyfelek, hogy soha többet. Nem generálos. Tehát az, hogy ők szedik össze és vitatkoznak, és mondom, normális szakikról beszélünk többnyire, mert a nem normális szakikat már az elején megpróbáltuk kiszűrni és kirázni az egész történetből, de már az is megér egy misét, hogyha ha csak egy közülük vagy kettő idióta és ki kell szórnia az egészből, és helyette találni valakit azonnal instant, aki azonnal tud kezdeni. De mondom, a fele azt mondta, hogy inkább kifizetné a 20% felárat a generálosnak, és egy emberrel álljon kapcsolatba. És akkor itt van még egy ilyen dolog, hogy mi van, ha utólagos probléma van, bármilyen probléma előfordul, hidd el nekem, hogy egymásra fog mutogatni az összes szaki. Ha nem működik egy adott lámpa, ott a villanyszerű azt fogja mondani, hogy biztos a gipszkartonosok valamit elfúrtak, elszakítottak. Ez csak egy példa volt, előfordult most hirtelen, ilyenek jutnak eszembe. Egy generálosnál egy telefonszámod van, egy embert kell csesztetni, majd ő aztán kideríti, hogy mi a probléma forrása, és egy emberen kell leverned a javítást is. Az, hogy a háttérben mi zajlik, hogy a festő, a gipszkartonos, a villanyszerelő, meg egyebek kihibázott, az már az ő dolga. És az elszámolásoknál is ugyanez a helyzet, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy egyetlen egy elszámolásod van, tehát egy emberrel vitatkozol, vagy öttel. Higgyétek el, ennél lélekölőbb nincsen, mint hogy az elszámolásokon vitatkozni. Én mindig leírom a saját tervezéseimnél is, ahol van részletes költségvetési kiírás, hogy én azt megcsinálom. Műszakilag ellenőrzöm a dolgokat, meg azt vállalom, hogyha a kivitelező azt mondja, hogy hát ő 36 négyzetméter oronfalat rakott fel, miközben van 20, és a költségvetésben mondjuk 22 szerepelt, akkor leellenőrzöm, hogy akkor én basztam el a felület számítást, vagy a helyszínen valami jog folytán több falazás került, de az, hogy elszámolásban részt venni pénzügyileg, meg egyébként, ezt nem.
Tehát ennél rohadtabb dolog szerintem nincsen az építőiparban. Tehát a generálos is, meg a nem generálos is igényel egyfajta menedzser szemléletet, és nagyon-nagyon sok kitartást, és nagyon erős párkapcsolatot. A nem generálos, ahol 5-6 vállalkozó van, hát ez triplán annyi szívás, tripla annyi stressz, mindenben tripla annyi. Azt kell mérlegre helyezni, hogy pénzügyileg ez megéri-e, ez a 20% többlet. Ezt mindenkinek saját magának kell eldöntenie, de mondom, én nagyon sok generálos, nagyon sok nem generálos építkezést, felújítást, egyebet láttam az elmúlt évek során, és a legtöbb esetben azt mondták, hogy soha. Egyrésztről úgy unblock azt mondta mindenki, hogy soha többet építkezés, meg felújítás, de ezen a körön belül is a nem generálosok egy minimum a fele azt mondta, hogy inkább generálos, és inkább kifizetné azt a pénzt, mert így utólag látja, hogy ez mekkora szívás végül, mennyi idő neki, ami lehet akár pénzügyileg is számolható összeg, mert szabadságokat kellett kivennie, kirúgták a munkahelyéről, stb. Stb. Kemény világ az építkezés, kemény világ az építőipar, nem való mindenkinek, ezt mindig elmondom. Nagyon jó próbatétele egyébként egy párkapcsolatnak. Nem egy, főleg fiatal pároknak mondtam, hogy gyerekek, ha ezt az építkezést túlélitek, és megvagytok a végére is, ugyanolyan szilárd a kapcsolatotok, akkor gyakorlatilag jöhet bármi. Viszont láttam sajnos válásokat is. Csak nem sikerült happy end-del lezárni ezt a podcastet. Kitartás mindenkinek, aki építkezik, felújít. Sziasztok!